Úgy érthető meg talán akár a mai, de főként a 90-es éveknek a súlyos terhekkel megrakott gazdasági helyzete, ha ilyen példákat veszünk. Ugye az egyik ilyen példa volt a technika, technológia konzerválására az, hogy valamikor, ez már a 80-as években történt, kiderítették, hogy Magyarországon az a gyár, amelyik egykor Bello Jannis nevét viselte, a budapesti hivadástechnikai gyár, azt hiszem BHG, igen, nagy mennyiségben gyárt még mindig, 80-as évekről van szó, olyan telefonközpontokat, amit már én is csak filmekből ismertem, amikor a postás kisasszony ül egy helyiségben, és akkor kézzel dugaszolja egymáshoz a bejövő meg a kimenő hívásoknak a vonalait, hogy ez... És ilyeneket gyártottak. Azt mondta már, voltak már technokrata vezetők, ugye, a politikusok között is, akkor azt mondta, nem, hát ezt nem lehet, hát le kell azonnal állni, és akkor kiveszünk a termelésből, mert hát manapság már az ilyen, hát azért mégse lehet, hogy a múlt század, vagy az akkori század 30-as éveinek technikáját fejleszünk. És amikor ki akarták venni a termelési struktúrából, akkor kijelölt, hogy nem lehet, mert a szovjet kolhoz központokban óriási mennyiségben ezt a fajta telefonközpontot, és csak ezt a fajta telefonközpontot igénylik, tehát súlyos megsértése lenne a mit tudom én éves, meg öt éves tervmegállapodásnak, ha megszüntetnék ennek a gyártását.